már meg tudja ezt csinálni egyedül. Képes arra, hogy ő mit tudom én az iskolában a tányért levigye és leadja, hogy az evőeszközöket kirakja. Tehát egy csomó olyan dolgot csinálnak az iskolában, ami a gyermek készségét folyamatosan fejleszti. És nem technika órán, hogy vág ki az emberkét, hanem egyáltalán a mindennapi életben a készségek folyamatosan fejlődnek. A kérdés, olyan plusz terhet rak a gyerekre? Ugye évről évre halljuk azt, hogy a gyermekek mennyire meg vannak terhelve, hogyan vannak megterhelve, 30 kilós az iskolatáskájuk, itt a 70 tonna cuccot kell magukkal vigyenek, papírzsebkendőt, nem tudom micsodát, ellenben 200 órájuk van naponta, tehát folyamatosan azt halljuk, hogy mennyire megterheltek a gyerekeink, megterheltek, de a 30 kilós tanszerből nem kell hazahozzák minden nap az összeset, tehát bepakolják az alsós kulja a padjukba, és ott hagyják, csak néhány dolgot hoznak haza. Az való igaz, hogy nagyon sok órájuk van, és ezek az órák néha nagyon furcsán vannak összerakva. Tehát például a testnevelés órával, ugye ahogy leizzadnak ezek a kisgyerekek, utána visszajönni a padba. A mindennapos testnevelésnek vannak előnyei, ez kétségtelen, és nagyon jó dolog, nem akarok megbántani a tesi tanárokat, főleg, hogy apám is az. De hogy azért a mindennapos tesi, például annak a gyereknek, akinek egyébként van heti két edzése még emellett, nem biztos, hogy annyira jó és annyira rugalmasra teszi az ő napjait és az életét. Természetesen azért azt is lehet látni, hogy ez a gyerekeket pszichésen is megterheli. Tehát a pedagógusok nagyon sokszor azt szokták kérni, hogy otthon a szülő, hogyha alsótagozatos a gyerek, már nem nagyon foglalkozzon vele, mert elég neki megtanulnia írni, olvasni, számolni, összeadni, kivonni, stb. Nem kell még külön a gyerekkel foglalkozni, és még külön terelni a gyereket, hiszen így is nagy pszichés megterhelés az neki, hogy eddig, hogyha az óvodából elkésett, vagy nem ment óvodában, nem volt belőle semmi probléma, igaz? De innentől kezdve az iskolában rendszeresen meg kell jelennie. Ha az iskolából hiányzik, lemarad. Az óvodában még senki nem maradt le. Tehát nem volt olyan, hogy Petike, te tegnap előtt nem aludtál, most aludják kettőt. Tehát nincs ilyen. De hogy az iskolából való lemaradásban, annak vannak hátrányai, hiszen ott házi feladatok képződnek, és ezeket a házi feladatokat el kell végezni. Aztán a másik, hogy szomatikusan és fizikálisan is megterheli őket. Eddig az óvodából akkor mentek kifisülni például, amikor akartak. Az iskolában meg kell tanulni, hogy 45 percet minimum ki kell bírnia, nem mehet ki, fizikálisan is megterheli, hiszen oda kell figyelnie mondjuk 6 órán keresztül folyamatosan, és tudjuk egyébként, hogy a figyelem, azért nagyon, hogyha tartósan megvan a figyelem, az nagyon fárasztó tud lenni. Annak idején, amikor még volt magánrendelésem, akkor így édesanyám mondta, hogy minden fáradt el, te csak egész nap beszélgettél. És azon gondolkodtam, hogy igen, egy pedagógus úgy képzelő, hogy a pszichológus egész nap beszélget, még lehet kávézni, meg még sütőzünk is. Tehát az, hogy valakivel odafigyel az ember, hihetetlen módon le tudja fárasztani az agyát. Nem beszél arról, hogy a felét nem küldheti el az ember, mert akkor nem fog pénzt keresni, pedig egy csomó baromságot beszélnek. Aztán szellemileg is lefárasztja őket, hiszen a tanulás az gyakorlatilag egy olyan szellemi erőfeszítést kíván, ami miatt csikorognak az agykerekek, és ennek mentén gyakorlatilag szellemileg is el tudunk fáradni. Milyen veszélyei vannak? Hát az, hogy az első, ami nagy veszély, hogy vegyes szociális közegből kerülnek ki az emberek. Tehát itt olyan gyerekek találkoznak egymással, akik teljesen másképpen nevelődtek, egy más szociális közegből jönnek. Hogyan fogalmazzak szépen? Mindegy, nem keverem ezt ide. A lényeg az egésznek, hogy ott szembesül a gyerek azzal, hogy vannak más családokban más szokások vannak, más szokások mentén élik az életüket, és hogy teljesen más jellegű gondolatok vannak egy másik gyerek fejében. Ha eltérő szociális közegek találkoznak, ott nagyon sokszor elég erős összecsapások szoktak előfordulni. Azok a szociális közegből érkező gyerekek, akik frusztrálódnak egy magasabb vagy egy jobb szocioökonomiai státuszú gyermek miatt, ezek általában nagyon sokszor agresszióval szokták ezt levezetni, de majd erről is beszélünk. Aztán ott van a túlterhelt pedagógusok. Ugye azt tudjuk, hogy a pedagógusokra azt szoktuk gondolni, hogy milyen jó a pedagógusoknak, mert a pedagógus gyakorlatilag egyszer megtanult valamit, aztán utána ezt majd leadja, és mivel állandóan azt adja le, ez ő állandóan tudja. Emellett nincsen semmi dolga, a szünet, meg a nyári szünet, meg minden. Hát én pedagógus gyerek vagyok, az többször sem általános helyzetből kerültem ide, mert hogy apám is tanár, meg anyám is tanár, és azt tudom, hogy apám 30 év tanári tapasztalattal minden alkalommal készült az óráira, tehát folyamatosan, rendszeresen készült, nem azért, mert alzheimeres volt, hanem azért, mert ő mindig szeretett volna toppon lenni, főleg, hogy földrajztanárként ugye a gazdasági földrajzot, hogyha tanított abban, azért jelentős változások történtek napról napra akár. És akár a kriminális lehetőségek, hogy itt az óvodában is lapunk, tehát van olyan, aki nem lopott az óvodában? Tegye fel a kezét, aki lopott az óvodában. Itt ennyi, ugye, jó, hazadom, hogy egy kicsit fúlik a csát.
aztán anyám másnap visszaküldötte velem, az még cikibb volt. Majd egy lopattam a nagyobbat is. Van itt olyan, aki még nem lopott soha semmit? Nem loptatok soha semmit. De csak úgy kíváncsiságban. Na, szóval a kriminális lehetőségek, ugye először is lehet lopni, meg lehet venni másokat, lehet másokat gyalázni, meg lehet másokat alázni. Tehát egy csomó olyan lehetőség van, amivel mások lelki állapotába bele lehet tiporni és bántani lehet másokat, egyrészt a személyiségüket lehet bántani, másrészt fizikálisan is lehet bántani őket, vagy bántalmazni őket. Óvodában is van verekedés, de sokkal több verekedés van iskolában. És ami durva, hogy iskolában már főleg alsó tagozatban, akár hiszik, akár nem, egyre több szexuális jellegű bűncselekmény történik. Azt gondolják először is, hogy a bolondok járnak a pszichológushoz, természetesen ez az első, amit így le kell rombolni, nem a bolondok, csak a félbolondok. És a másik pedig, amivel kell foglalkozni, az az, hogy a szülők, mint probléma hordozók, és ők, nekik a tünet, tehát a tünet hordozó a gyerek a családban, a szülők problémáit hozza magával. Ezt egyébként a pedagógusok szerintem pontosan tudják. Ugye negatív mindaz, mit lát otthon a gyerek, ha azt látja, hogy apa veri az anyát, akkor ő is veri a lányokat vagy a fiúkat, mert azt látja, hogy ez az a minta, amivel az érvényesülni lehet az életben. Ugye Bandur annak idején csinált egy vizsgálatot, amiben két óvodás csoportot vizsgált. Az egyik csoportban, mindkét csoportban vetítettek mesefilmet, az egyikben olyan mesefilmet vetítettek, amiben egymást püfölték és így elvettek bizonyos erőforrásokat a másik szemétől. A másik csoportban is vetítettek ilyet, de ott mindig volt valami retorzió, tehát valami büntetést kapott az, aki ott verekedett. És vizsgálták, hogy a gyerekek viselkedésében hogyan jelentkezik az agresszió. És azt tapasztalták, hogy természetesen ott, ahol azt a rajzfilmet vetítik, hogy azzal elérnek valamit, ott sokkal agresszívabbak a gyerekek, és megtanulják ezt a mintakövetésben, megtanulják, hogy nekem ahhoz, hogy érvényesüljek, verekednem kell. A másik csoportban, ahol leszabályozták a verekedést, ott viszont azt tanulták meg, hogy ez nem jó cselekedet, tehát a szocializációs mintájukba beleépült az, hogy nem szabad verekedni, mert ebből baj lesz, büntetés lesz emiatt. Aztán még az erőteljes frusztráció, ami alapít a kriminális cselekményeket. Hát milyen frusztrált a vállalat, hogyha én tudom, hogy nekem még cipőm sincs, a másiknak meg van egy Puma cipője, hát noszavattól lopjuk el, tesi órán, nem? Tehát, hogy olyan frusztrációi vannak embereknek, amely frusztrációk megjelennek a mindennapi viselkedésükben is, akár mondjuk egy ilyen lopásos helyzetben, de akár abban is, hogyha én frusztrált és feszült vagyok, akkor másokon vezetem le a feszültségemet, ami a frusztrációmból származik. Tehát nagyon sokszor azt is félreértik, hogy amikor a gyerek vereszik az óvodába, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő azt otthon azt látja, hogy az apa veri az anyát, hanem abból is származhat, hogy a gyereket frusztrálja a szülő, tehát folyamatosan megalázza, bántja, stb. És annak a frusztrációja, szorongása egy olyan feszültségben kerül felszínre, hogy ő ennek kapcsán a saját kortárs csoportjában lévő gyerekeket veri, bántalmazza, mert ő otthon szorong, meg van félemlítve, szorong és elver másokat. Aztán azt is látjuk, hogy ugye az otthoni bántalmazás, a bántalmazás az mindig rizikófaktor, tehát a bántalmazott gyerekeknél mindig rizikófaktor, hogy ők a későbbiekben ugyanolyan bántalmazók lesznek, egyrészt a mintakövetés, másrészt a frusztráció miatt, illetve, hogy egy olyan viselkedéses mintát tanulnak meg, amely az regresszálja őket, vagy pedig fixálja őket ahhoz a ponthoz, tehát ez így bennük megmarad.